Vendégünk Deák Márka, KRC vezető, ezért köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Letelt a nyár, szerintem már csak emlékeinkben él, hiszen egészen korán megkezdtétek a felkészülést, július 15-én. Köszönöm szépen a meghívást. Ö, igen, való igaz, július 15-én megkezdtük a felkészülést. Inkább mondhatni, hogy ez a csapat annak a részének szólt, aki esetleg nyáron kevesebbet mozgott, vagy esetleg nem szerepelt utánpótlás, vagy felnőtt válogatottba, tehát aki tényleg teljesen inaktívan töltötte a nyarat, és úgy gondolom, hogy ez nem is volt egy rossz ötlet, vagy egy, egy rossz húzás, mert azért nem, nem nulláról kell legalább elkezdeni, hogyha a többi játékos visszaérkezik a válogatottból egy kis pihenő után. Voltak hiányosságok, súly problémák? Mm, akad, igen, akad. Hát nyilván az ember nyár, tehát azért kiereszti a gőzt, amit, amit szezon közben nem lehet. Vannak, meg, meg voltak is, dolgozunk ezen, de úgy gondolom, hogy a, a fizikális részét azt, azt, teljesen jól megcsináltuk itt szezon előtt. Ilyenkor van egy kitűzött cél, fizikailag, taktikailag, labdásjáték, stb. Hogy álltok most a felkészülés ezen pillanatában? Úgy gondolom, hogy nem állunk rosszul, amint mondtam is, tehát eléggé ilyen szedett-vedett módon ő, csatlakoztak a srácok, tehát nagyon előre tervezni nem nagyon lehetett, de, de szerintem teljes mértékben utolértük magunkat a fizikális részében is, nyilván volt, akinek mondjuk pihenőt kellett adni inkább, mint hogy edzeni, de, de szépen alakulunk, és, és most még játszunk a héten két edzőmérkőzést, majd nyilván az fogja megmutatni valójában, hogy, hogy jó volt az elvégzett munka, amit csináltunk. Hogyan és miként változott a keret? A keretben kettő távozónk volt, a Kecskeméti Bálint és a Boldizsár Péter. A Bálint az külföldön folytatja pályafutását, a Boldizsár Peti pedig Kaposvár régazolt egy centert igazoltunk a helyére a kis gúst. ő már nem ismeretlen a kecskeméti röplabda szimpatizások körében, mert játszott itt, és kecskeméti nevelésű is a Bendi, valamint lesz egy légiósunk, Japánból érkezett, Judai Minemura, és ő lesz a szélsőütőnk. Ez egy igazolás Krisztiánnak köszönhető? Így van, így van, tehát általa is ismerhettük meg, aminek nagyon örülünk, mert ő, egy nagyon szimpatikus srácról van szó, hát 30-as éveiben járó úriemberről beszélünk, aki, aki, látszik, hogy tanult röplabdázni, technikailag adott mindene, és, és egy nagyon jó kis csapatember eddig. Milyen poszton tudják? Szélsőütő. Szélsőütő. Ütőre mindenképpen szükség ütő. volt. Így van. Tehát posztra érkezett ez így a fiatal van. ember. Jó, mit tudsz a többi csapatról, mert ilyenkor azért nagy a mozgolódás, és lehet látni azt, hogy hol van pénz, hol nincs, és hogyan tudják megoldani a problémákat. Igen, ahol van, ott az már hamar látszódik, ez látszik is. Nyilván a két éllovasa Fehérvár és a Kaposvár azok így fejfej -fej mellett szépen beigazoltak. A többi csapatról elég nagy a hallgatás. Van, akiről többet tudni, van, akiről kevesebbet. Nyilván az ember beszél más-más edzőkkel, akikkel jobb kapcsolatot ápol, hogy edzőmeccseken mik történtek, de én ezzel kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok, tehát azt hiszem el, amit látok. Majd, hogyha velünk játszanak, vagy hogyha már látom, hogy milyen rendszert játszanak, vagy milyen szisztémát, ki az, akire oda kell figyelni, ki az, akire kevésbé, majd akkor, akkor tudok áment mondani, hogy ez tényleg igaz vagy sem, amit hallottam, de, de szépen alakulgat mindenki, tényleg van, akiről nem sok információm van, van, aki, akiről kompletten tudom, hogy hogy, és mint valahol van, a, hogy még szeretnének igazolni a, a téli szezonban, Valahol konkrétan nincs, tehát hogy így mennek neki a bajnokságnak, ahogy. Nyilván ez majd a csapatok menet közben eldöntik, hogy, hogy mi lesz nekik a kitűzött cél. Egy edzőmeset már játszottatok, eredmény nem érdekel, ellenfél pénzügyőr volt. Milyen volt a játék? Ö, az eredmény igazából úgy szoktam, hogy mondhatni, engem sem érdekel, tehát ez az edzőnek egy visszacsatolás, hogy hol tartunk a felkészülésben, amiben viszont maximálisan elégedett vagyok, mind... Hangulatban, mint fizikálisan. Tehát minden, amit a srácoktól nagyjából kér, szoktam kérni ettől a kis fiatal csapattól, mindent úgy és úgy csináltak végig, ahogy ahogy az kellett. Ez a japán fiú, hogy tudta fölvenni azt a ritmus, vagy a milyen hogy tudtak hozzá alkalmazkodni? Öt, igen, talán inkább ez az utóbbi a helyes kérdés, tehát ő neki megvan a ritmusa, talán így mondhatni, hogy abból a közegből kiszakadni azért egyszerűbb, mint mondjuk innen oda menni, mert a terhelés azért teljesen más, és mondhatni neki ez laza, tehát megvan a pihenő, megvan neki a kis szabad ideje, ez neki furcsa, de, de tetszik neki nagyon. Szóval felvette a ritmust ő is, a fiatalok is, teljesen jó volt. Tehát nem tudnék egy olyan dolgot mondani, ami, ami negatívan érintett. Aztán innen tökéletes, majd a többit meglátjuk. Jövő héten indul a bajnokság, méghozzá a pénzügyőre fogunk játszani. Így van, csütörtökön este játszunk a pénzügyőrrel. Mint mondtam is, az edzőmeccs nem sok információval szolgál, tehát egy bajnoki meccs az, az, teljesen más, mint egy edzőmérkőzés. Ö, nyilván olyan tűzzel és olyan elánnal kell oda mennünk, mint az edzőmérkőzést, ahogyan játszottuk. Ö, jó kis csapat, Szerintem ők még biztos, hogy, hogy a szezon közepe felé, negyedre... Meddig lehet igazolni, bocsáss meg? Most lezárul egy, és akkor ez a december-januári átigazolási szezon még ugye nyitva van a csapatok számára. Igazából szerintem nekik pont, hogy felesleges, mert van három külföldiük, akik játszottak, és elvileg várható még egy. Szóval igen, tehát vannak komplet játékosaik, ezek mellett még vannak a, a elég magas egész ügyes fiataljék, akik korosztályos válogatottban is szerepelnek, tehát egy jó csapatról beszélünk, nem lesz egyszerű a rajt. Célkütőzés, mit vár a vezetőség? Igazából ugyanaz a, ugyanaz a, a menetrend, mint eddig, tehát hogy Próbáljuk meg saját magunkat felépíteni, nincs igazából egy kitűzött cél, tényleg, amit már tavaly is beszéltünk, hogy irreális lenne a bajnokság előtt bármit megfogalmazni. A kupa sorsolásunkat látva én úgy gondolom, hogy egy, hogy egy négyes döntőbe azért, ha, ha oda tesszük magunkat, akkor, akkor be tudunk menetelni. A bajnokságban ugye tavaly hatodikak lettünk, itt viszont úgy gondolom, hogy azért, azért van mit kozmetikázni ezen az eredményen, és hát ezen leszünk. Köszönöm szépen beszélgetést, sikeres rajtot és folytatást. Kívánok. Nagyon szépen köszönjük.